Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szevasz Tamás, üdvözöllek újból a műsorban, már másodszor nálam, szevasz! Szia Attila, üdvözöllek téged és a nézőket is, örülök, hogy újra itt lehetek veletek. Ez a videó 2020 végén készül, most december 23-a van, köszönöm szépen az ünnepek alatt tudtál kis időt szállni erre a beszélgetésre, de ez január elején fog kimenni, és vágjunk is bele, elemezzük kicsit 2020-at. Te a Spábuknak vagy az írója, alapítója. Hogy látod ezt a 2020-as évet? Te, mint író, te, mint utazó blogger, vlogger, hogy látod ezt az időszakot, ezt az évet? Az író vérem azt mondja, hogy hát ez az év olyan volt, mint egy Z-kategóriás katasztrófa film valamelyik moziban, és én sem hiszem el, hogy ezt így megnéztük, meg megláttuk. Ugyanakkor a sok nehézség mellett ez valahol a lehetőségek éve is volt. Egyértelműen gyorsítja az innovációt mindenféle területen, akár az irodapiacot, akár a turizmusnak a szerteágazó területeit nézzük. Azok tudnak túlélni, akiknek egyrészt esélye volt azzal, hogy van valamilyen fajta likviditási tartalékuk, illetve azok, akik nagyon gyorsan tudtak alkalmazkodni az új helyzethez. Mondjuk egy konkrét példa, Budapesten most sétáltam a városban, és láttam egy ilyen elektromos motorbiciklikkel lehetett közlekedni a turistáknak korábban, és most ezekkel a járgányokkal viszik ki házhoz a kaját. Tehát ez is megtalálta a piacát arra az időre, amíg nincsenek turisták. És te például a karácsonyt, a karácsonyi utazásokat, a hoteleket, a karácsonyi vásároknak a hiányát te hogyan éled meg, akár saját bőrödön, akár a gazdaság, akár a GDP szempontjából? Szomorú vagyok. Tehát ez a legjobb és leghűbb szó erre a dologra. Rossz látni azt, hogy igazából néhány frekventált helyet leszámítva, akár Budapesten is, sok üzlethelyiség kiadó, nincsen akkora nagy tömeg, most aranyvasárnap volt, tehát hogy azért volt olyan, amikor percekig mentek át az emberek itt a belváros kellős közepén a Vörösmarty tér felé, és az autók addig nem tudtak elmenni, de nem ez a jellemző, akár a plázákból bemegyek, azért most mindig találok parkolóhelyet, tehát nincs olyan, hogy nem férek be. Azt gondolom, hogy a mostani helyzet az simán hasonlítható a 2008-9 környéki beszakadáshoz, sőt, könnyen lehet majd, hogy a statisztikákat, ha megnézik, akkor ez fölül is múlja egyébként azt, mint százalékban, mint pedig nominális értékben. Reméljük, hogy jobb válaszokat fogunk találni, mint egyrészt eddig, meg mint akkoriban találtunk, és hamar össze tudjuk rakni a gazdaságot újra. A repülőtársaságokat te is foglalkoztál. A repülőtársaságoknak a túlélését te hogy látod, hogy 2020-at hogy zárta egy-kettő társaság, és 2021-ben mivel fognak majd próbálkozni? Rendkívül népszerű ez a téma. Az utazókat azért érdekli a repülőtársaság, mert nagyon hiányzik már nekik a repülés, bennünket pedig bloggereket azért érdekel, mert hát egy kicsit szeretnénk úgy jobban mögé látni. És nagyon érdekes, hogy ugye a Wizz Air például emelkedni tudott a részvényár folyama a tőzsdén. Míg vannak olyanok, akik hatalmas veszteségeket könyvelnek el, akár a cég értékeltségében is. És van a világon egyébként olyan légitársaság, amik profittal tudta zárni ezt az évet. Ez Taiwanon az EVA Air. És ugye Taiwant én többször hoztam példának a koronavírus válság kezelésére, hiszen ők ott országon belül teljesen szabadon élnek, jó formán, és csak azokkal foglalkoznak, csak azok vannak karanténban, akik kontaktszemélyek és fertőzöttek. Ezáltal lényegében néhány százezer ember korlátozása mellett a többi 20x millió ember szabadon tud élni és mozogni, utazni, fesztiválozni, strandolni, mindent csinálnak. Ennek köszönhető az, hogy a tajvani légitársaság az idén profittal tudta zárni az évet, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan a nemzetközi járataik nekik sem tudnak működni. És nézzük 2021-et, hogy látod a hotel szektorokat, a turizmust, a repülőtársaságok, hogy mikkel fognak próbálkozni 2021-re, miket vársz, vagy miket várnál? Kreativitást nagyon várok. Mind a szálláshelyek részéről,
mint pedig a légitársaságok részéről. Ebben is egy ázsiai példa lebeg a szemem előtt, és írtam róla a blogon korábban, hogy az Air Asia hatalmas kedvencem. Ők például teljesen más utat választottak, az Air Asia egy szerethető brandet épített föl. Ugyanez a Ryanairről és a Wizz Airről nem mondható el, nincsen sok rajongójuk. Az emberek használják, szeretik, mennek vele, mert olcsó, de ha a jó hírét néznénk meg az egésznek, mennyire van rajongó tábora ezeknek a légitársaságoknak, akkor én úgy érzem, hogy azért sok rajongójuk úgy nagyon nincsen. Az Air Asia ezzel szemben fölépített egy olyan brandet, amire most tud támaszkodni, és új üzleteket tudott létrehozni. Zenekiadó vállalatot létesített, popzenét kezdtek el gyártani, nagy kereskedést hoztak létre a tájföldi farmereknek, a zöldséggyümölcs árukészletét értékesítik, rengeteg ajándéktárgyat tudnak értékesíteni, és a legnagyobb dobásuk, az Air Asia vezetője, Tony Fernandez, egy ilyen igazi vizionárius, mint mondjuk az Apple-nek volt az igazgatója korábban, vagy akár az Elon Musk, tehát egy hasonló figura, és ő megérezte azt, hogy az Amazonnak most nagyon megy a biznisz, és az Air Asia-t konkrétan átállított egy elektronikus online üzletté. Tehát most ő náluk meg is változtatták a logót. Nem azt mondja, hogy a repülés mindenkié, hanem az Air Asia mindenkié, vagy mindenkinek. És ez sokat elárul arról, hogy ő most nem csak a repülésben látja az üzletet, hanem mindenféle egyéb más üzletet behozott, amiből ő pénzt tud csinálni addig, amíg a repülőgépek a földön állnak. És emellett nagyon erősen és jól kommunikáltak, hogy legyenek türelemmel az utasok, vissza fogják kapni a pénzüket. Nyilván elégedetlenek, hiszen nem lehet ennyi ügyet elintézni, ennek fizikális korlátjai vannak, de nagyon határozottan és erősen pozitívan kommunikálnak, hogy az embereket próbálják megnyugtatni. Ugyanezt én Európában azért nem látom, bár itt talán egy picit gyorsabban mennek ezek az ügyek. Nagyon szimpatikus ez a kreativitás, és tényleg a Hollywoodtól kezdve nagyon sok helyen a marketingbe, a média kommunikációban fontos. Hogy hasonló ötletes, kreatív irányokat akár a turizmus szektorban, fesztiválszervezésben, bárhol láttál, látsz esetleg? Vannak kreatív és vész ötletek, vész megoldások. Az egyik ilyen kedvencem, hogy Bangkokban az egyik szálloda ajánlott föl karantén csomagot. Az utazók számára ez egy 5 csillagos szálloda, 14 napot lehet ott eltölteni ugye a szobába bezárva, de teljes ellátás mellett, és akkor x naponta, x óránként bemennek, kitakarítják, fertőtlenítik, mindent csinálnak. Igen, hozzátartozik ehhez a dologhoz, hogy orvosi ellátás, nővérszolgáltatás és 2 darab COVID-teszt is része. Úgyhogy van olyan hely, ahol ilyent tudnak ajánlani. Magyarországon ugye egy picit mások a szabályok, itt jó kérdés, hogy be lehetett volna-e jelentkezni szállodába karantén idejére. A mostani jogszabály szerint a szállodában nem tartózkodhat vendég, kivéve ugye üzleti vagy oktatási célból, rajtuk kívül csak a szálloda személyzete. Tehát nálunk szerintem most nem működőképes modell, ha csak az üzleti célt le nem tudja valaki igazolni. És már itt van az oltóanyag. Az oltóanyag szerinted mennyire fogja megbolygatni, mennyire segítheti a túlélést a turizmus szektorban? Nem oltás ellenes vagyok, ezt a maximálisan kerülném ezt a szót, de fontos kimondani. Én abban hiszek, amit akár Taiwanon, akár Ausztráliában láttunk. A jó megoldás szerintem az lett volna, nagyon komoly hibernálásba tesszük a világot egyszerre, egy hónapig mindenütt leállunk, és olyan alacsony szintre szorítjuk le az egész vírus történetet, hogy onnantól kezdve határozott, erős, transzparens, kivétel nélküli kontaktkutatással, aki csak még megfertőződött, elkapjuk, bezárjuk, 2 hétig ott van, kijön, nem lesz vírus, elnyomjuk. Innentől kezdve, hogy a világ ennyire elengedte, a világ nagy része ennyire elengedte a vírust, olyan sok a fertőzöttünk, hogy oltás nélkül szerintem ebből már nem nagyon lehet kijönni. Biztosan abban a pillanatban, hogyha kijönnek az első eredmények, hogy ezek az oltások tényleg működnek, nem csak kísérleti alanyokon, hanem úgy egyébként a társadalom nagy tömegű részén is. Minden részvény árfolyam, ami turizmushoz kapcsolódik, ki fog lőni az egekbe, de nem tudjuk azt, és ezt igazából virológusok is említették már, hogy semmilyen garancia nincs arra, hogy ez az oltás ez egy év múlva is még
hatásos lesz, hiszen ezt lehetetlen volt egy évnél rövidebb idő alatt letesztelni. Amíg van annak igazolt példája, hogy valaki újonnan elkapta a koronavírust, úgyhogy már korábban megfertőződött egyszer és felgyógyult. Még ha ez nem is tömeges, de nem tudjuk, hiszen az információk korlátozottak ezen a területen. Igazából csak hit kérdése, hogy ki mit lát ebbe bele. Nagyon fontos lesz az oltás, és azt gondolom, hogy enélkül nem fogunk tudni tovább lépni. Záró kérdésnek, így te mit vársz? Mit remélsz 2021-től? Arra számítok, hogy nagyjából olyan lesz, mint a 2020. Aki ennél optimistább, nem mondom, hogy irigylem, de nem kötnék vele együtt közös üzletet, mert szerintem túl nagy kockázatot vállal vele. Nagyon hasonló eredményekre számítok, mint a 2020-es év volt, különösen a hatalmas bizonytalanság faktor miatt. Szerintem nyár elejéig nagy változás nem lesz. Örülök akkor, hogyha esetleg enyhíteni lehet majd a korlátozásokon Európában. A nyarat úgy gondolom, hogy meg fogjuk tudni lépni hasonlóan, mint tavaly. És a nagyon nagy kérdés, hogy akkor a Q4 hogyan fog alakulni. Reményeim szerint sokkal jobban, mint az idén, hiszen az idén lényegében október végétől ez lenullázódott. Hogy jövőre hogyan lesz, hát itt csak tényleg a remény van, hogy legalább a Q4 jó lesz. De hogy előtte nem lesz szerintem itt fűnövés, az szinte biztos. És bocsánat, hogy egy kicsit pessimista vagyok. Én nagyon szeretem mindig a reményt és a dinamizmust, meg a motivációt adni az olvasóimnak. Igazából nem tudok optimista, inkább csak realista lenni, és a jelek nem oda mutatnak, hogy ebből hamar ki fogunk jönni. Így erre a gondolatra átcsatlakozva, a korábbi videómban is volt szakember, kijelentette, hogy a bicajozás, a kerékpározás, meg az országon belüli utazásnak lesz reneszánsza, hogy ebbe lehet menni, hogy ebbe mekkora potenciált látsz, hogy azért utazni lehet, mondjuk más formában, más körülmények között. Az idei nyarunk megmutatta, hogy a belföldi turizmus tud fejlődni, van még benne kakaó, de azt is megmutatta, és ez sajnos a nagy hírportálokon sem jelent már meg, hogy hiába van rekordon a belföldi turizmus. Külföldi turisták nélkül, hiszen ők többen vannak, tehát a világ 7 milliárd emberjéből az x10 millió, aki Magyarországra látogat, az több, mint amennyit mi itt bármikor saját magunk össze tudunk hozni. Gigantikus veszteségek vannak az iparágban Magyarországon, és aki ezt másképpen tálalja, az elhallgatja a döntéshozók elől a valóságot. És ezért esetleg nem olyan döntések tudnak megszületni, amik valójában születnének, hogyha mindenki a valós információkra tudna támaszkodni. Szép, igen, én is nagyon boldog voltam, hogy az idén például akár augusztusban új csúcson volt a belföldi turizmus, de ezzel együtt volt egy nagyjából 35%-os visszaesés, erről írtam részletesen az oldalamon. Az összes számot kigyűjtöttem hozzá az MTÜ-nek és a KSH-nak a statisztikáiból, tehát én a hivatalos, ő általuk kezelt számokat néztem meg. Egyetlen egy volt, amit másképp csináltam, mint mások, hogy én összevetettem a külföldi és a belföldi turisták számát, össze is adtam. És a kettőnek az egyenlegére vagyunk kíváncsiak, és nem csak az egyikre. Hiába nő az egyik, a másik lenullázódik. És ugye ez történt, tehát a külföldiek lényegében eltűntek. Az én oldalamat az év során többen nézték meg, mint ahány külföldi turista járt az országban. Tehát, hogy ez egy olyan alacsony számról beszélünk, nyilván az én oldalamról elég nagy, de ez nem alkalmas arra, hogy bármit is eltartson. 50% környékén tud futni a foglaltság átlagosan úgy, hogy nincs minden szálláshely nyitva, ami 2019-ben nyitva volt. Ez a szám, ez nagyon erős szám. És nagyon gyenge, sajnos. És nem rajtunk múlik, tehát mi megtettünk mindent, a magyarok utaztak, költöttek, és a belföldi kampányunk nagyon sikeres volt, ezt ki kell emelni. Ami nem elhallgatható az, hogy külföldiek nélkül a belföldi turizmus soha nem fog tudni a lábán megállni hosszú távon. Egy-két évig esetleg eldöcög, amivel túlélünk, hosszú távra ez kevés lesz. Ez nagyon jó zárszó volt, hogy mindenki megtett mindent, te is, hogy írtál ezekről, a turizmus szektorban dolgozók, a magyar lakosok, én is, mint youtuber próbálok hiteles és érdekes tájékoztatást adni. Ezt kell folytatni, hogy minél többet és minél
több jót adni, hogy minél hasznosabban tölteni, és dolgozni, ami lehetőségekben belefér. Tamás, köszönöm szépen, hogy tudtál ebben a műsorban szerepelni, és el tudtad mondani ezeket az adatokat. A nézőknek ajánlom figyelmébe Tamásnak a blogját, a Spabookot. Ebben a műsorban beszéltünk, mindenről ott részletesebben lehet tájékozódni. Tamás, békés ünnepeket, és drukkoljunk, hogy 2021 egy jobb év lesz. Neked is, nektek is nagyon kellemes ünnepeket kívánok, és sikerekben és egészségben gazdag 2021-et. Legyen így is lesz. Szevasz! Ha tetszett a műsor, dobjatok egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozzunk holnap is. Szevasztok!